Beszélgetős társasjátékos videósorozaton következő vendége Molnár Levente. Szia, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, sziasztok! Levivel a Momentán színpadán találkozhattatok sok ízben, ezen kívül hallhattátok rengeteg filmben, sorozatban, mesefilmben a hangját, és nem biztos, hogy tudjátok róla, hogy nagyon szeret társasjátékozni. Igen, ez nekem egy régi szenvedélyem, és most az utóbbi pár évben újra felfedeztem. És Levit megkértem, hogy beszélgessünk egy picit olyan társasjátékokról, amik nagyon fontosak számára. Üdvözlünk mindenkit hatalmas nagy szeretettel, sziasztok! Én Győri Zoltán vagyok, ez pedig a Mit játszunk vlog. Ha szívesen értesülnél minden új videónkról, iratkozz fel a csatornánkra! Az első kérdésem, amiről szerintem nagyon fontos beszélni, hogy mit jelent számodra a játék? Ha azt mondom, hogy játék, neked mi jut eszedbe? Elsőre a közösségi élmény. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, ahol emberek összejönnek azért, hogy jól érezzék magukat, és hogyha egy bármilyen játék, tehát nagyon szélesen gondolva a játékra, bármilyen játék után úgy állunk fel, hogy mi egy jót játszottunk és jól éreztük magunkat, az a legjobb. Az egyfős játékról mit gondolsz? Nagyon jó lehet annak, aki éppen szeretné lefoglalni magát valamivel, de számomra elsősorban a társasjáték az egy közösségi élmény. Hogyha valamit nagyon szeretnék kigyakorolni, kicsit olyan, a szólójátékok nekem kicsit olyanok, mint a számítógépes játékok, hogy egyedül, hogyha valamit szeretnék kipróbálni, vagy valamit gyakorolni, akkor szuper. De egyébként meg sokkal jobb, hogyha többen vagyunk. Amikor mondtam a bevezetőben, hogy a Momentán színésze, fontos tudni a Momentán társulatról, hogy improvizációval foglalkozó színház, mindenképpen keressetek rá, hogyha kíváncsiak vagytok egy rögtönzéssel foglalkozó színházra, amikor nincs előre megírt forgatókönyv, hanem tulajdonképpen minden ott és akkor születik meg, elképesztő instant és megismételhetetlen élmény. És azért érdekes szerintem ez a kérdés pont veled kapcsolatban, mert az improvizáció az tulajdonképpen nettó játék. Így van. Folyamatosan játszotok, és felmerülhet a kérdés, hogy hogyan próbálunk improvizációt. Neked mi a megfejtésed arra, hogy tulajdonképpen mi zajlik egy impro próbán? Miről szól? Egy improvizációs próbán egyrészt szabályokat próbálunk ki, azt nem tudom, hogy mennyire tudják a nézők. Az improvizációs szabályok kialakulása az úgy nézett ki, hogy emberek játszottak jeleneteket, tehát próbálgattak egy csomó mindent, és aztán utána ebből próbáltak különböző szabályszerűségeket leszűrni, vagy levonni, hogy egy jelenetben például, hogyha elfogadom a másik ötletét, és arra építek, akkor működőképesebb lesz a jelenet, mint hogyha nem. Innen alakult ki az igenis szabály, vagy az igenis elve az improvizációban. És tulajdonképpen egy improvizációs próbán is azon túl, hogy ilyen szabályokat keresünk, és próbálunk minél jobb jeleneteket játszani, közben próbálunk egymásra hangolódni, és jól érezni magunkat. Mert ez elsősorban egy játék. Igen, ez abszolút kapocs lehet az impro gyakorlatok és a társasjátékok között, hogy mind a kettő egyezményes szabályokkal foglalkozik, és alapvetően ilyen helyzeteket próbál teremteni. Két dolog jutott eszembe, az egyik említetted az igen és szabályát, easter egg, pici apróság, hogyha tudjátok, nekem megjelent az Igen című játékom, és a folytatás az Igen és. És én kardoskodtam azért, hogy Igen és legyen a játék címe, mert én is aktívan foglalkozom impro színházzal, több alkalommal voltunk együtt színpadon, felejtetetlen élmény együtt improzni valakivel. Ha van lehetőségetek, mindenképpen próbáljátok ki, nem csak akkor a társasjátékosok vagytok, hanem hogy megkóstoljátok a mellé rendelő elfogadásnak az élményét, elképesztő izgalmas. És nagyon fontosnak tartottam, hogy ezt a szabályt tegyem címéül a játéknak, és mint folytatás, mint folytatólagos az éssel, de konkrétan ez a motívum egy nagyon fontos egyezményes gondolata az improvizációs színháznak, hogy nagyszerű ötlet, és megyünk vele tovább. És hozzáteszem az enyémet, és együtt építünk valami fantasztikus dolgot. És talán emlékeztek, hogyha régebb óta követitek a Mit játszunk munkásságát, akkor korábban feltettünk egy kapolcsi beszélgetést. Kettő éve talán, két éve voltunk együtt, szépen a társasjátékokról beszélgetünk, és ezért is vagyok nagyon hálás, hogy elfogadtad a meghívást, és most egy picit más körülmények között tudunk beszélgetni társasjátékokról. És ott is említettél fantasztikus címeket, játékokat, és ott nagyon kíváncsivá tettél, hogy mik azok a játékok, amik nagyon fontosak számodra, amik hozzájárultak ahhoz, hogy az vagy aki. Mielőtt rátérnénk erre, kérlek mesélj arról, hogy jött az életedbe a társasjáték, hogy a modern társasjátékok hogy érkeztek meg? A társasjátékos életemet talán így három részre, három nagy kategóriára bontanám. Az első az a gyerekkoromban, én is játszottam társasjátékokkal, olyan címek ugranak be nekem, mint a Skála Rally, a Kapitali, ami a Monopolynak ugye egy ilyen magyarosított változata volt, a Ki az úr a tengeren, és hasonló játékokkal. Meg a Hatarakomány. Igen. Ja, igen.
Igen, és akkor bevállaltad, hogy Tokióba hajózol, Kína rohadt hosszú volt. És hogy melyik hajót veszed el, az elején már fontos volt, hogy az mennyi rakományt tudsz szállítani, és egyáltalán. Mekkora rakomány rohadt meg. Egyébként akkor is fontos volt, hogy mi a neve a hajónak, mert azt szerint választunk. Igen. És ez volt az első, aztán utána egy kicsit kimaradt az életemben a társasjátékozás, akkor utána újra kezdődött az egyetemi évek alatt, és megint a munka, illetve a körülmények azok elsodortak a társasjátékozástól, és aztán utána 3-4 évvel ezelőtt kezdtem újra érezni a szükségét, hogy tök jó lenne valami olyanba beleásni magam, aminek, ha már improvizáció, köze van a játékhoz, de mégis egy teljesen más világ. Mutasd nekem címeket, ugyanis megkértelek, hogy hozz társasjátékokat, amiket itt konkrétan be is tudunk mutatni. Érdekesség, hogy ezeket én nem tudom, egy-kettőt véletlenül megláttam, de nagy részét nem tudom, hogy mit hozott Levi, és ezekről a játékokról fogunk beszélgetni. Gondolom nem fontossági sorrendben mutatod majd. Nem fontossági sorrendben, hanem ahogy éppen így előkerül a jó. Szatyorból. Ahogy és kérlek, mindenképpen mesélj majd róla, hogy miért. Hogy miért van itt, miért fontos számodra, mi az, amit ad neked ez a játék. Jó. Kezdeném, ha már említettem a különböző korszakokat, akkor kezdeném egy teljesen klasszikussal, ami számomra meghatározó volt. Ennek talán a nézők is látják a dobozán, hogy eléggé megvisel állapotban van. Ez nem egy új darab. És... ez volt ugye az első lapkal lehelyezős játék, hogyha igen, Carcassonne 2000-2001-ből Klaus Wilhelmrede klasszikusa, forradalmasított sok dolgot, igen. Azt hiszem ez volt az első játék, amivel rengeteget játszottunk, de tényleg rengeteget, és bennem már ott is megfogalmazódott az, hogy sokan, vagy hallottam ilyen véleményeket, hogy ez nem egy szép játék, nekem mégis nagyon-nagyon tetszik benne az, hogy egy térképet raksz ki az asztalra. Tehát, hogy tulajdonképpen, ahogy játszod a játékot, ott megelevenedik egy világ. És szerintem tehát azon túl, hogy rengeteget játszottunk vele, az kis figurákat raksz le, és egy teljes ilyen középkori univerzumot teremtesz, az szerintem fantasztikus. Hányan játszottátok főleg? Főleg ketten vagy hárman maximum. Igen, a Board Game Geek szerint is ketten-hárman a legjobb. Öten azért nagyon random tud lenni. Iszonyatosan fontos társasjáték a Carcassonne, hogyha valaki kicsit is komolyabban foglalkozik a modern társasjátékokkal, alapmű, kötelező olvasmány. Aztán elképzelhető, hogy nem nagyon lesz rezgésed vele, mert rengeteg játékot ihletett meg, és azóta vannak játékok, amik picit ügyesebben oldanak meg bizonyos dolgot, házi szabály, ami nagyon sok játék által használ, például a Kakaó című játék is felvette, hogy több lehetőséged van, tehát nem egy lapkát teszel le, hanem rögtön kapsz hármat, és abból a háromból tudsz picit táncolgatni. Ettől kevésbé családi, aki tapasztaltabb játékosan már főleg ezekkel a kínálat lehetőséggel dolgozik. Ez volt talán a legelső játék, szakmai felelősségem teljes tudatában merem kijelenteni, ami kidobta a játéktáblát. Azt mondta, hogy nem kell. Mi az, hogy nem kell játéktábla? Játéktábla nélkül nem társasjáték a játék, csupán lapkákkal, és amit az imént említettél, az adhok megszületésével a térképnek éri el a játék, hogy minden alkalommal nagyon más érzésünk van. Tehát garantálja azt, hogy nagyon sok játékot kapsz, nagyon nem mindegy, hogy miként kerülnek elő a katedrális, mikor jön elő, mennyire az utaknak a ritmusa pontosan hogy alakul. És azt hiszem, hogy a Carcassonne vezette a Meeple-t, ezt a pici kis emberke fogalmát, ami szimbóluma lett a modern társasjátékoknak. Tehát általában, amikor valaki Meeple-ezik, ez icipici emberke figura, akkor azt jelenti, hogy foglalkozik modern társasjátékokkal. Rettenetesen fontos játék, és nagyon örülök, hogy használtad. Igen. Köszönöm szépen. Még egy fontos dolog, mert hogy ugye egy társasjátéknak mindig vannak szabályai, de hogy kinek mennyire tetszik, akár a szerencsefaktor, akár más miatt. Én ebben a játékban tapasztaltam meg először amit én úgy nevezek, ez lesz a terminus technicus mostantól, hogy a Carcassonne anomália. A Carcassonne anomália szerintem az a része, amikor ugye, ha elég sokat játszottál már a játékkal, akkor nagyjából tudod, vagy pontosan tudod akár, hogy milyen kártyalapkák vannak benne a zsákban, mi az, amit még ki lehet húzni, mik azok, amik még nem kerültek a játékba. És itt jön be a képbe az a rész, hogy amikor húzol egy lapkát, akkor azt letelted úgy, hogy neked a lehető legjobb legyen, vagy úgy is, hogy a másiknak egyáltalán ne legyen jó, függetlenül attól, hogy neked az segít-e, vagy nem. Általában nem, hanem csak azért rakod oda, hogy tudod, hogy az a lapka már nem fog kijönni, tehát semmiképpen ne fejezhesse be az adott utat, igen, várat, kolostort, stb., amiért még pontot kap. Kolostornál talán annyira nem fontos, de a váraknál például azért döntő szerepe lehet.
És szerintem ez nagyon érdekes, hogy minden társasjátéknak több szintje van, hogy a szabályokon túl, hogy ki hogy játszott, hogy milyen társasággal játszott, stb. És ez is hatással van egyrészt az élményre, másrészt a Carcassonne anomáliát említve, hogy az a része, hogy én ezeket például nem szeretem egy társasjátékban, amikor valaki úgy rak be, hogy neki igazából nincs haszna, csak hogy engem romboljon. Uh-huh. Igen, tehát pláne két fő esetén, hogyha nem kapod azt a pontot meg, akkor én kapom meg. Azáltal, hogy te nem kapsz pontot. Igen. Tehát pláne két játékosnál. Nagyobb játékos számnál nekem a pióca hangulata az, ami domborútól lenne a Carcassonne-ban, amikor megpróbálok beavászkodni a kis váradba, és úgy alakít, hogy megjelenjek, és osztozzunk az adott pontot. Ez inkább három játékosnál domború. És első látásra egy sziplaki családjáték, pakolgatunk, hóka-móka, papapa, és amikor tapasztalt játékossal játszol, aki győzni akar, és sok mindent elkövet annak érdekében, hogy megnyeri a játékot, nagyon érdekes mellékíz az öngét tudnak lenni a Carcassonne-nak, és már mérsékelten családjáték. Igen. Ráadásul elrontja a térképképet is a végére. Igen. Mi a következő? A következő játék, ami... Ha már közösségi élmények és... Jaj! Itt van nekünk is. Megvan? Igen. Igen. Hát a kackac kukacról én szuperlatívuszokban tudok beszélni, a maga egyszerűségében. A kedvencem benne, ha valaki nem ismerni a játékot, ilyen kis dominókat kell felszedni, az szerint, hogy a kockákkal dobunk, és dominó kockákat kell kiszedni aztán utána egy ilyen sorból, és... A toronyban magad előtt gyűjtögeted. Igen. És lehet egymást lopni. Lehet egymást lopni, de ezt a játékot azért szeretem, mert akárhány fővel játszottam, akár ketten, akár nyolcan, lehet, hogy van egy maximális, hét a maximális játékos szám, de ez minket nem szokott zavarni, a játékról van szó, tehát 8.-9. ember is befér, hogy bár dominókért és kis kukacokért harcolunk, én drukkolok a másiknak, amikor dob. Tehát, hogy vajon kidobja-e, vajon meg lesz-e, vajon ha azt mondja, hogy erre még rápróbál, hogy kijöjjön, nem tudom, egy kukac, hogy felvehessen egy dominót, akkor vajon kijön-e? Én drukkolok. Pláne amikor túlhaladta az legfelső számomat, és azért szurkolok, hogy elérje másnak a számát, hogy mástól tudja megszerezni a kukacot. Nagyon okos Renek Nici a játék. Első látása egy kis agyatlan kockadobálda. Ugye két újradobás lehetőséged van, tehát a kockapókernek egy ilyen pici változtatása. Megpróbálsz minél nagyobb értéket kidobni. Érdekesség a játéknak, hogy van kukac oldal, ami ötöt ér, és nem valid az eredménye, tehát nem lehet vége a körödnek úgy, hogy nem dobtál kukacot. Tehát valamikor kukacot kell dobnod. És hogyha csak olyan értékeket dobtál ki, amit már van, akkor kiröffentél, vagy ki kukacoltál. Tulajdonképpen buktál egyet, és apad a középső sor. Kellően kis gonoszkodós, főleg szerencsével dolgozó, de szerintem okos kockajáték. Én is nagyon szeretem, itt van a polcon, nagyon szívesen játszok. Imádom. Jöhet a következő? Menjen a következő. Ne csigázz tovább, Levi. Ezt nem fogod felismerni a doboza alapján. Vagy talán... Narancssárga a doboz. Mit lehet a doboz? Ne nyisd ki a doboz, ne nyisd ki! Ezzel a játékkal én olyan sokat játszottam, hogy a doboza, az eredeti doboza egyszerűen szétmállott, szétesett teljesen. Szerint. Mondjuk hozzáteszem, hogy egyszer egy esőben eláztattam, a táskámban volt, és a táskám is elázott, és benne a doboz is. De, és itt jön a kártyavédők szerepe, a kártyák kártyavédőben voltak, tehát azok teljesen megúszták a dolgot, és akkor vettem ezt a kis doboznak. Azt nem mondd, hogy Twilight Imperium van ebben. Talán beleférne, de nem. Termozlázadás. Viszont ha már ezt játsszuk, hogy vajon rájössz-e, és szerintem rá fogsz jönni, egyrészt köze van az improvizációhoz is, másrészt el a játékról gondolom azt, hogy dühös vagyok rá, hogy nem én találtam ki, nem nekem jutott eszembe, miközben ezt a játékot imprósokként évek óta játszuk. Igen. Azt hiszem, hogy elérkezett az a pillanat eme videóban, amikor beszélünk arról, hogy beszélgetünk Levivel, hogy mi legyen a tartalma ennek a videónak, és én nagyon szeretnék egy folytatást ennek a beszélgetésnek, amikor konkrétan imprós társasjátékokról beszélünk, amik akár az adott eszközzel vagy eszköz nélkül, de otthon imprós hangulatot teremtve játszhatóak. Megpróbálok rájönni. Azt hiszem, hogy beszélgettünk el az évjáték a díjas játékról korábban, és mondtad, hogy téged nagyon zavar, hogy
hogy ez egy létező játék társasjátékos formában, és azt hiszem, hogy érveltem amellett, hogy nagyon jó, hogy megjelent, mert így többen találkozhatnak ez az improvizált játék, és szerintem ez a csak egy. Nem! 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 Na akkor mi ez? Mind! Ez a Mind című játék. Igen, így kihúzok egy párat, ez maga a játék. És kártyavédőzött Mindot se láttam még, de... Mi ezt rengeteget játszuk, ezt a játékot. Tudom, hogy sokan mondják, hogy ez nem is társas játék, meg hogy miért van az, hogy most így ülünk egymással szemben, csöndben, és így próbáljuk kitalálni, hogy a másiknak vajon milyen kártyája van, hogy most én lerakjak, vagy ne rakjak le. Az improvizációban ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mennyire tudok a másikra hangolódni, hogy hol érzem az időt. Játszottam olyanokkal, akik így próbáltak itt számolni, hogy akkor most kéne berakni az egyest, a kettest, a hármast, a négyest, az ötöst, és magadnak például sokkal gyorsabban számolsz, mint ahogy a többiek gondolkoznak. És számomra ez a játék, ez nagyon az együttműködésről szól, hogy vajon megérzem-e, hogy nekem most be kell leraknom egy kártyát, vagy inkább neked kell jönni. És például csak az improvizációval kapcsolatban, ugye, hogy ha nincs megírt szöveg, és bárki megszólalhat, és bárki mondhatott, és egy nagyon fontos dolog, hogy megérzem-e azt, hogy most nekem kell megszólalnom, vagy hagyjalak inkább beszélni, mert neked van valami mondani valód. Csodálatos, amikor ketten játszik, én főleg ketten szeretem, bár játszottam 30 plusz fővel, mindenki egy kártyát kapott, és az a fantasztikus volt, a 30 szemben próbált közös nevezőre jutni. Amikor ketten játszok, akkor ugye az utolsó forduló, mert 12 lapod van, ott nagy valószínűséggel jössz majd egymás után többször, és megengedhetem magamnak a következőt is. És a következőt is. És a következőt is. Igen. Csodálatos ez az elhalkulás a játéknak. Nagyon kevés társas játék tud olyan hangulatot teremteni, mint ez, és ebből adódóan szerintem nagyon megosztó. Én tökéletesen megértem, aki abszolút nem hajlandó Minddal játszani. Ettől függetlenül szerintem mindenképpen tegyetek vele egy próbát, már csak azért is, mert egészen szerény eszközkészleten keresztül nagyon különleges társasjátékos élményt teremt. Nagyon örülök, hogy elhoztad és hogy beszéltünk. És egyébként még azt hozzátenném, hogy csak már említetted ezt az előbb, hogy olyan társasjátékok, amik mondjuk imbrós játékokból alakultak ki, és aztán társasjátékokká váltak. Hogy szerintem a Mindnál ez remek, hogy mások számára is elérhetővé válik az, amit ugye mi csinálunk mondjuk akár egy ilyen impro tréningen, hogy állunk egy körben, és mi csak számokat mondunk, akár csukott, akár nyitott szemmel egymás után. És ott az a szabály, hogyha két ember egyszerre mondja ki a következő számot, akkor újra kezdődik a kör. És tulajdonképpen ez a játék ezt hozza játék, társas játék formába. Szóval, és nem. Persze modern, mert életünk van, meg közös megegyezéssel eldobhatja mindenki a legkisebb értékét. Tehát vannak ilyen kis... Azt életre játszol? Mi a következő játék? Mi a negyedik? A negyedik játék, amit hoztam, ez szintén egy kicsit régebbi játék, és talán nem... Nincs annyira távol az improvizációtól szintén, ez a Dixit nevű játék. Én ezzel a játékkal tapasztaltam meg először azt, hogy mennyire fontos, hogy az ember egy társas játékot milyen társasággal vagy kikkel játszik együtt. Nekem ezzel a társas játékkal vannak szuper élményeim, fantasztikus ötletekkel is, és kártyákkal egymás után, és van olyan élményem is, hogy ez most ilyen kicsit olyan nyögvenyelős, úgyhogy nem annyira megy, mert nem annyira érezzük így közösen, hogy milyen címeket kellene mondani, hogy milyen kártyákat kéne berakni, és valahogy úgy nem működött. Úgyhogy én nagyon, és gyönyörű, tehát a kártyák nem csak az alapjátékban, hanem az összes kiegészítőben fantasztikus szépségűek. Igen, nagyon sok kiegye van, általában újabb kártyacsomag érkezik, azt hiszem a 84 illusztrációval. Más-más művészeket bíztak meg, és a 10 éves jubileumi változatra tombitálták össze az összes eddigi művész, és mindenki pár képet betett. Ékegyszerű történet. A Játszóház projekt választotta a kabalája ezt a Nyuszit, mert ez egy nagyon könnyen tanítható játék, abszolút alkalmas arra, hogy népszerűsítse a modern társas játékozást. És nagyon könnyű csatlakoznom, nekem is fantasztikus játékélményeim voltak, amikor 4 órán keresztül dixiteztünk, tehát egy 8 partit egymás után, nem nagyon tudtuk letenni, és kipörgettünk paklikat, és voltak nagyon fura, bizarr alkalmak, és
Szerintem ez egy eltörhető játék, mert nagyon kellemetlen, amikor két ember nagyon jól ismeri egymást a társaságban, és ők egymásnak utalgatnak. Ezt nem nagyon ügyesen orvosolt a játék. Igyekszem ezzel nem foglalkozni, amikor játszunk, és a többiekkel játszani, a fantáziáikra bízni magamat. És nagyon kemény, amikor nagyon nehezen születik meg. Tehát szerintem improvisokkal, akiknek nagyon könnyű alacsonra tenni a szellemi cenzúrájukat, mert nekem is élmény, amikor improv próbálunk, hogy minden jöhet. Dobáljuk ki, nincs cenzúra, bármi hasznos lehet, ha egy hang jutott eszembe, akkor dobom a hangot, és a többiek dolgoznak szépen vele. A Dixitnél ez nagyon hasznos, amikor az nem az hülyeség, az is hülyeség, ez se jó, és negyed órát vekengünk egy rohadt címadáson, nagyon-nagyon fárasztó tud lenni a parti, mert a partijátékokra jellemző, hogy nagyon a többiekkel játszunk. Nem a játékkal, a játék egy eszköz arra, hogy a többiekhez kerüljük egy picit közelebb, a Dixiter abszolút alkalmas. És ha már az előbb szóba került a Mindnál, hogy vajon vannak-e életek a Mindban, és hogy az életek belekerülnek a játékba, a Dixitnél is, hogy kell-e számolni a pontokat? A nagy kérdés, igen. Nem feltétlenül, szerintem. Abszolút. Beszéltünk 4 játékról eddig, mi az 5. Az 5. játék, amit hoztam, ez egy nagy kedvencem. Tulajdonképpen... A 4. játék egy nagy kedvence, és ez egy nagy játék, legalábbis súlyra is, és Legendary! Is. Igen. A Marvel paklépítős csoda. Igen. Igen. Elérzékenyültél. Erre a játékra nagyon-nagyon büszke vagyok, én nagyon szeretem a képregényeket, illetve a Marvel világát, és... Amikor újra kezdtem társasjátékozni, akkor én a pakliépítés mechanikával ismerkedtem meg először, tulajdonképpen a Dominion nevű játékon keresztül. És amikor hallottam, hogy a Marvelnek van egy társasjátéka, ami a pakliépítésre épül, és egyébként tényleg egy jó játék, akkor azt éreztem, hogy be kell szereznem a Legendary-t. És ezt megtettem, ennek is rengeteg kiegészítője van, de egyébként már az alapjátékkal is nagyon-nagyon jól lehet játszani, abban is több mint 300 kártya, 350 kártya van talán. Élménybe védőzni. Igen. Na, csodálatos, hogy ezt említetted, mert be vannak védőzve egyébként. Biztos voltam benne. De ennek van egy története is. A történet az kapcsolódik, hogy ahol Zolival beszélgettünk Kapolcson, a Momentán társulatnak van egy udvara minden évben a művészetek völgyében, és amikor én ezt a játékot megvettem, akkor levittem, hogy majd előadások után a nap végén egyszer játszunk vele. És rengeteg előadást játszunk, meg ugye napközben is vannak különböző aktivitások, úgyhogy eléggé el szoktunk fáradni, és az egyik este elővettük, és mondom, nem ismertük a szabályokat se, gondoltam, elolvassuk a szabályokat, mert mondták, hogy egyszerű, meg pakliépítős, tehát nem lehet ez annyira bonyolult. Odáig jutottunk a játékban, hogy ketten olvasták a szabályt, én pedig bekártyavédőztem a kártyákat. Majd elraktuk, és nem került elő még egy pár hónapon keresztül. És aztán utána, amikor meg sikerült vele játszani, akkor meg tényleg azt éreztem, hogy ez hatalmas élmény. Ugye a pakliépítős játékok az egy teljesen külön kategória. Talán a Dominion volt az első, amelyik ezzel operált. A Legendary egy nagyon-nagyon jó játék. Ha valaki szereti a fantasy világokat, vagy akár a science fiction-t, akkor én nagyon ajánlom még a Hero Realms, illetve a Star Realms nevű játékokat. Ha pedig valaki most ismerkedik velük, akkor a Harry Potter Oxfordi csata azt hiszem, hogy tökéletes választás. Én otthon a gyerekekkel is szoktam játszani vele, értik, tudják, hogy mit hogy kell csinálni, és a Oxfordi csata nagyon ügyesen és okosan van felépítve. Építkezik, igen. Később hozva dobókockákat, plusz szabályokat, akkor van hozzá kiegészítő a Szörnyek szörnyű könyve, ami pluszban emeltétet. Látom magam előtt, amikor hosszú órák szabálytalanását követően nagyszerű, nagyon jó, hol a Dixit? Igen. Van az új nekünk is, amikor játékparti előtt áll neki valaki játékszabályt tanulni, az egy rémálom. Ennél már csak az a szab, amikor úgy tanítok játékot, hogy még nem játszottam vele. Csodálatos. Igen. Általában nekem ez a tisztem, hogy előző estet átolvasgatom a szabályokat, és amennyiben nincs kérdésetek, állok rendelkezésetekre. Tehát csak elmondom, csak ne kérdezzetek semmit, akkor böngészhetem ugyanúgy a szabályokat. Igen. Nehezebb játékoknál ez tényleg egy probléma. Amit még nagyon szeretek a Legendary-ben, hogy számomra egy
szintén egy univerzumot és egy világot épít. Hát tényleg Marvel hős vagyok, aki küzd a gonosz ellen. Jó gondolom, hogy ez nagyon fontos neked, hogy tudd, hogy ki vagy, hol vagy, kik a karaktered, mit csinálsz, mi a történet. Korábban beszélgetünk, hogy az előadáson is előkerült, aminek a linke természetesen oda lehet lesz, kattintsatok rá, nagyon szerettem ott beszélgetni, mint ahogy most is. És említetted, hogy az euró-ameri vonalon inkább az ameri vonalhoz közelítesz inkább. Igen. Nem tudom, hogy ez mennyire ameri vonal inkább, mert én azt szeretem egy játékban, hogyha világokat épít, hogyha bele tudom képzelni magam egy adott helyzetbe, hogy én ez vagyok és ezt csinálom, és talán azt tudnám mondani ellenpontként, hogy azt nem szeretem, hogyha egy játék mondjuk tulajdonképpen egy ilyen matek feladvány. Nekem ez az pontbányászás, igen. Pontbányászás. Pontbányászás, igen. Nekem ez az érzésem például a Stone Age-el, amiben rengeteg játékot és időt fektettem, és rájöttem, hogy nem egy nagyon bonyolult játék ilyen szempontból, hogy 3 pontokat kell gyűjteni, és akkor azt nézem, hogy honnan szedek 3 pontot. De nekem valahogy ez sokkal fontosabb, hogy az embereim most akkor földet művelnek, vagy házat építenek, vagy éppen a szerszámokat fejlesztik, és nem csak az, hogy most akkor itt 3 pontot kapok, és akkor az a végén majd milyen jól jön. És így erőforrásként tekintesz az emberekre, hogy nem használod az éheztetéses technikát a szomnézsben. Tökéletesen megértem. Igen. Nagyon jót hoztad. Köszönöm szépen. Úgyhogy ezt ide rakom, és ha már világok, és ha már ez fontos a játékokban, akkor a következő játék is hasonló. Ami, és szerintem szép játék a maga világ csókolom teremtésével. Aha. Fekete orkesztra. Igen. Fekete zenekar? Majdnem. A Black Orchestra azért, én ezt a játékot, ezt nem tudom, hogy elmondhatom. Én ezt a játékot úgy hívom, hogy a náci pandemik. Nagyon szép ajánlat. Tulajdonképpen. Ha valaki pandemikezett már, szereti a pandemiket, akkor lényegében a játék mechanikája ugyanaz. Uh-huh. A feladatunk ebben az, hogy Hitler ellen merényletet kövessünk el, ugyanúgy különböző városokba kell utaznunk, össze kell gyűjtenünk a merénylethez szükséges eszközöket egész nyugodtan. És igen, és közben a német vezetők is utaznak különböző városokba, és akkor megpróbál, nekik is különleges képességeik vannak, stb. És ha valaki szereti például a Becselen Brigantik című filmet, akkor nagyon, nagyon ajánlom a Black Orchestrát, mert lényegében ez a film társasjátékos formában. Pandemik nácikkal. A táblán nagyjából ugyanúgy mozogsz, ugyanolyan feladataid vannak, ugyanúgy vannak különböző karakterek, akiknek különböző képességei vannak, és egyszerűen csodálatos az a becselem brigantik világa, amit megteremt, hogy nekem most merényletet kell terveznem és elkövetnem Hitler ellen. És akkor a kimenetel az, hogy összejött, meghalt Hitler, igen. Vagy esetleg nem. Vagy elbukjuk, így van. Így van. Bebörtönöznek minket, elkapnak. Nagyon izgalmas cím, tökéletesen elkerült a figyelmemet, és kifejezetten örülök, hogy hoztad. Köszönöm szépen. Láttam 1, 2, 3, 4, 5, 6 játékot, egy van hátra. Mit? Ezt a játékot most? Két dolog miatt hoztam el. Egyrészt, mert az utóbbi idők egyik legjobb játékos élménye kapcsolódik hozzá. És bár azt említettem, hogy én nagyon szeretem, amikor sokan játszunk együtt, ez egy kétfős játék. Ó. Egyrészt. És inspirálódtam egyébként az egyik videótokból, amikor Bokor Petivel beszélgettetek a... konfliktusdús játékokról, meg harci játékokról. Uh-huh. És éppen ezért a sokáig a BGG lista első helyén szereplő játék, a Twilight Struggle, úgy éreztem, hogy kipróbálásra kell, hogy kerüljön. És bejött. Ezt a Momentán társulat egyik tagjával, Tóth Barnabással, aki egyébként filmrendező, játszottuk 7,5 órán keresztül. Nem is egyszerre játszottuk le, hanem azért nagyon szép mentál szkander. Nagyon. Birkóztatok egymás stratégiai lehetőségeiben.
elképesztő népszerű játék, és konkrétan a hidegháborút játsszuk le, alternatív megoldásokkal. Nagyon érdekes, hogy a Black Orchestra is történelmi eseményeket feldolgozó játék, és ír alternatív lehetőségeket. Én ezt nagyon szeretem, amikor nem feltételez előzetes tudást, hanem hogy a szeretnél utána nézhetsz. Tehát szerintem mind a két játék nagyon primán dolgozza azt fel, hogy egy alternatív síkot tár fel, mint az imént említett a Tarantino, hogy ő szeret eljátszani azzal, hogy egy párhuzamos valóságban egészen máshogy alakulnak a dolgok, és minden játék alkalommal ez megszületik a Twilight Struggle-ben. Ennyire bejött? Nagyon. Én azt éreztem ennél a játéknál, hogy állunk az asztal két oldalán, és az Amerikai Egyesült Államok elnöke és a szovjet vezetők állnak egymással szemben, és játszanak ki eseményeket, és próbálják megnyerni az űrversenyt, közben nem kirobbantani az atomháborút, közben különböző harci manővereket végrehajtani a világ különböző pontjain, hogy ki hogy szerez befolyást különböző országokban, és miért, jó az neki. Akkor Kína kártya, akkor... Igen, tehát ez mind, és hogy ugye több korszakra van osztva a játék. Azért annyira hosszú, mert minden egyes kártyát ki kell játszani, és ahogy haladunk az időben előre, ez csodálatos, hogy terelődik át a figyelem a világ egyik részéről a másik részére, és hogy változnak az erőviszonyok közben. És ha már említetted, igen, az alternatív történelmekkel kapcsolatban és a Twilight Struggle-ben, és én egyébként, ha valamit még így fontosnak tartok a társasjátékokban, én nagyon szeretem játékokban, hogyha valamilyen plusz információt megszerzek belőle, ha valamilyen edukációs része is van a dolognak. A Twilight Struggle-ben a történelmi események azok ugye valósak, csak nem biztos, hogy abban a sorrendben vagy úgy történtek meg. De pont emiatt van több korszakra osztva, mert bizonyos események csak akkor jönnek be, amikor az adott korszakban tényleg már megtörténhettek. És ezzel játszik ez a játék, és pont emiatt nagyon-nagyon érdekes és izgalmas számomra, mert ha jól emlékszem, akkor ez egy... ugyanolyan erőviszonyokkal induló... Nagy rész szimmetrikus, de önmagában már a Kína kártya, hogy a szovjetekkel kezd, szerintem azért nagyon izgalmas elem, ez icipici apróság, én szerelmes vagyok ebben a mechanizmusban, hogy van egy kártya a kezemben, ami előnyt ad számomra, de átkaladjam a másiknak. Igen. Tehát picit, mint egy ilyen keresztapa mechanizmus, hogy nem kérhetem le mindig a keresztapa szívességét, hanem mondhatjuk, ez az pattog, és egy csomószor azért nem akarom lejátszani a Kína kártyát, mert utána a másikat hozom vele előnybe. Egy-kettőt játszottam bele, tapasztaltam azt, hogy a játék eleje inkább a szovjeteknek kedvez, minél inkább nyúlik a játék, annál inkább amerikai túlsúly, ez hihetetlen izgalmas, hogy a fókusz tevődik, akkor mondjuk afrikai többségeket próbálunk megszerezni, akkor a győzelmi pontokat mennyire hagyom ugrani, akkor a másik játékos arati kártyáit mennyire fordítja az űrversenyre, a dobókocka szerepe a játékban, milyen hihetetlen izgalmas, hogy masszív stratégiai játék, dobókockával! És tényleg rászoríthatom magam a szerencsére, és ez történelmek hiteles, és megbocsátom a játéknak a egyes. Minden alkalommal egyes dobok, mert simán lehet, hogy pénzt, időt, energiát nem sanálva pumpáljuk bele az erőfeszítéseket az űrversenybe, minek? És nem jön össze, egyszerűen nem is. És hogyha a kedves tanult kolléga nagyon elhúz az űrversenybe, bebukhatom a játékot. Abszolút. Abszolút. És ebből a játékból engem pont emiatt fogta meg a fantáziámat nagyon a Labyrinth, ami ugye a 2001. szeptember utáni eseményeket dolgozza föl hasonló formában, de aszimmetrikus módon, ha jól tudom, ott az Egyesült Államok vannak és a terroristák. Szóval az is nagyon-nagyon izgalmas és mozgatja a fantáziámat. És hogyha már szóba került az edukáció, akkor például azért olyan játékokat én nagyon-nagyon szeretek, mint a patogenezis, nem tudom mennyi, nem annyira is. Kémiai oktatói jelleggel, de nagyon szórakoztató módon. Tehát ott is azt hiszem, hogy fontos fókusza volt a készítőknek, kémiai vegyületeket előzetes tudás nélkül. Tehát leülhetsz a játékkal úgy játszani, hogy most akkor a periódusos rendszert fogjuk felépíteni, de nem kell tudnod semmit. Tehát tulajdonképpen, hogyha eddig kő alatt vagy egy barlangban laktál, és teljes mértékben elment melletted az információcsomag, is leülhetsz a játékkal játszani. Szerintem egy nagy kulcs, hogy bárki játszhat valami. Ez a periódik. A periódik, igen. Igen, én a patogenezist említettem példaként még, hogy ott ugye te vagy a baktérium, a vírus, aki megpróbál bejutni az emberi testbe.
és hogy olyan kártyákat lejátszani, ahol, tehát ez egy kártyajáték, olyan kártyákat kell lejátszanod, hogy vajon meg tudod-e fertőzni az emberi testet, amelyik az immunválasszal próbál védekezni. Fantasztikus. A periódik ugyanilyen, a planetárium is nekem csodálatos, hogy ugye hogy alakulnak ki bolygók, hogy fejlődött a világegyetem, vagy fejlődött, alakult oda, ahol most tart. Szóval ezeket is nagyon fontosnak tartom egy játékban, de ebbe a válogatásba ez a hét játék fett bele. Elképesztően sokszínű, csupa meglepetés, és nagyon szépen köszönöm, hogy hoztad ezt a hét játékot. Fontos nekem, hogy ezeket ne tudjam, tehát nem készültem föl ezekből a játékokból előre. Van, amit nem is ismertem, minden alkalommal meglepődöm, és biztos vagyok benne, hogyha egy év múlva beszélgetnénk, ami abszolút nem kizárt, akkor lehet, hogy lennének a változások benne. De szerintem pont ez a szép, hogy alkalmanként önvizsgálatot tartasz, hogy mi az a játék, ami fontos számodra, mi az, ami változott, és mi az, ami esetleg örök zöld és folyamatosan a szíved közepén lakik, valamely okból kifolyólag. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon köszönöm én is. És végül, de nem utolsó sorban, mindenképpen megkérdeznélek arról, hogy azoknak, akik most ismerkednek a modern társasjátékokkal, milyen jó tanáccsal, tippel tudnál esetleg szolgálni? Mit üzennél nekik? Fussatok bolondok! Ezt tudnám. A Gyűrűk Ura világából... Van a Kickstarter szörny. Például a Kickstarter szörny, de vannak olyan játékok, amelyek pénznyelőek. Azt tudom mondani, hogy... Szerintem érdemes megtalálni azt, hogy ki miért szeret társasjátékozni, tehát ezt így felfedezni magunkban, és erre időt hagyni. Ha egy játék elsőre nem tetszik, adni neki esetleg második, harmadik esélyt, mert lehet, hogy a társaságon múlott, lehet, hogy a hangulatodon múlott, és egyébként az is elképzelhető, hogy valóban nem tetszik a társasjáték. Érdemes videókat nézni, érdemes meghallgatni más emberek véleményét, ugyanakkor azt leszűrve belőle, hogy csak azért, mert egy adott játék nagyon sok embernek tetszik, vagy éppen sláger, az nem biztos, hogy a te ízlésednek is megfelel. Érdemes megtalálni a saját utunkat a társasjátékok világában, hogy mi miért társasjátékozunk, mi miért szeretünk egy-egy játékot, és hogy milyen más hasonló játékok vannak, és érdemes néha elkalandozni teljesen más területekre is. Abszolút tökéletes egyetértek, és nagyon szép újra és újra felfedezni magad szerintem, hogy idővel ez változhat. Nekem általában a komplex játékokkal kapcsolatban élményem az, hogy vannak játékok, amivel túl korán játszottam, hogy ott akkor még nem álltam készen arra a mechanizmus cunamira, amit rám zúdított a játék, és bizonyos idő elteltével már sokkal komfortosabban tudtam kezelni azt az élményt, amit a játék kínál. Nagyon fontos, amit mondasz, engem nagyon érdekelnek a játékokban azok a lépcsőfokok. Mondok egy példát, a Micsoda Pech című játék, ugye, ami licitálós mechanikával működik, helyek közel, de nagyon alapmódon. Tehát szerintem az egy nagyon-nagyon egyszerű és könnyen tanítható játék, és hogy milyen ilyen típusú alapjátékok kellenek ahhoz, hogy mondjuk később játszhassunk egy Modern Artot, vagy hogy később játszhassunk egy Chinatown-t. Milyen olyan játékok vannak, amik belépőek, a belépőt jelentenek a komplexebb játékok felé. Harry Potter Oxfordi csata, egy nagyon szépen felépített játék a pakli építős játékok világában, és akkor utána érdemes előszedni olyanokat, ha érdekel ez a mechanizmus, meg ez a világ, amelyek komplexebbek. Ha Levivel szeretnétek találkozni, akkor a momentántársulat.hu oldalon érdemes szétnézetek, sokfelé játszanak. Ezen kívül, hogyha néztek filmeket, akkor hallhatjátok Levi hangját, mert aktívan szinkron stúdiókban szokott közreműködni, hangját kölcsönzi sok-sok színésznek, és bízom benne, hogy Andrew Garfieldot sok felé láthatjuk még. Reméljük az új Pókemberben, ha benne lesz. Ki tudja. Nagyon szépen köszönöm, hogyha megnézted ezt a videót, és hogyha tetszett, akkor kérlek honorád oda nem egy lájkkal, esetleg egy megosztással valamely közösségi oldalon, hogy minél többekhez eljuthasson ez a társasjátékos beszélgetős tartalom. Remélem, hamarosan újra találkozunk, addig is jó játékot. Sziasztok! Sziasztok!